Sziasztok srácok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban, én Kristóf vagyok. A mai videóban a Melon Playground 24. részével lennék itt. Igen, hát újra egy ilyen kis járműs videóval. Na vágjunk bele, mert nem haladok akkor. Emberke, induljunk már. Jó van, indulok. Autód, beindítjuk. Jó, ez az. Jaj, de pattog. Jó, azért ne ennyire száguldjál. Igen, az autó műszaki állapota nem nagyon volt jó, ezért elmentek a szerelőműhelybe megszereltetni. Igen, ám, de a messzi távolban egy ember kereket cserélt, de éppen nem rakta ki az elakadási jelzőt, és az út közepén állt meg szabálytalanul, ezért ők észrevették, fékeztek, de már késő volt. Behúzták a féket, de már késő volt. Az ütközés követően az embert elütötték, az autó meg rommá tört. Látható volt. Az ütközés követően az autók frontálisan széttörtek. Az ember életét vesztette. Mint valami horrorfilm volt. Igen, megdöbbentő látvány volt, amikor az autó ketté szakadt. Igen, látható volt, nem nagyon élte túl a őse. És beszorultak az autóba. Még egy agykárosodással is túlélte. Az egyik ember egy mákas, illetve még egy kis fejsérüléssel is megúszta. És azt mondja neki. De se a fejemet bevertem, és nagyon-nagyon rossz. Ember nem nagyon jó. Bevertem a fejem, hívsz azonnal a 112-t. Na jó, van, hívom. Halló? Hívd azonnal őket, ez lehetetlenség. Halló? Ja, itt a segélyhívó, milyen segítséget kérnek? Mind a hármat, a rendőrt, a mentőt, a tűzoltót is. Jó van, küldjük őket azonnal. Igen, később megérkezett, most nem tudom mutatni a mentős, de mindjárt lerakom. Megérkezett a mentő, a tűzoltó, illetve a rendőr is megérkezett a helyszínre, amikor megdöbbentek, hogy mekkora baleset is történt. Igen, na most lerakom nektek a mentőst is. Igen, később megérkezett a mentős is, és igen, a mentős megröbbent látva látta meg a két bajba jutott. Az autó roncsosszal a széjjel volt, és azt mondják a tűzoltó. Ezt feszítővágóval ki kell vágnunk. Hát sajnos, mivel feszítővágónk nincs még a játékban, ezért fűrésszel kell kivágnunk. És ez igaz volt, kivették a tűzoltó autóból a fűrészt, és a fűrésszel elvágták az autó részeit.
felmászott a tűzoltó felmászott az autóra, és az autó tetejét kezdte el levágni, hogy kiszabadítsa a két embert, de amire az egyik ember... De az egyik embernek a közben leszakadt a feje a nyomás valamitől. Tehát ketten vesztették életüket. Gondolt, hogy először az üveggel nem kezd, mert akkor biztos, hogy lezuhan. Ezért megfogta. Azt mondja. Igen, a tűzoltós megfogta, felmászott az autó tetejére. Igen, látható volt, a tűzoltós elvágta. Igen, látható volt, kiszabadította az embert az autóból. És azt mondta a mentősnek, mentős kollega, el kell takarítanunk a roncsot. Igen, látható volt, két ember az életét vesztette. Aztán neki is közben átadták a mentős kollégának a fiatalembert, és azt mondta a fiatalember, nem emlékszik semmire, olyan gyorsan történt minden. Aztán a fiatalember felállt. Igen, látható volt, egy has, illetve egy fejsérüléssel megúszta az esetet, és aztán a mentős kollega azt kérdezte, mire emlékszik fiatalember? Hát semmire, mentős kollega, mert nagyon nem vagyok jó. Úgyhogy semmire sem emlékszek azóta, amióta ez történt, ez a baleset. Fékeztünk, annyit éreztem, és belerohantunk az autósba. És aztán meg azt láttam itt, hogy a tűzoltó kiszabadított engem, és megköszönöm neki hálából is. És köszönöm a rendőröknek. Oké, és fiatal ember, kihozom a hordágyat, és be kell, hogy vigyük a kórházba, mert ez nagyon súlyos állapot. Először kikössük a tetőt, mert ha nem kössük ki, akkor a tető együtt le fog zuhanni. Igen. Igen, a mentős idő után kihozott. Igen, idő után kihozta a hordjátot. És mondja a fiatalember. Fiatalember, feküdjön a hordágyra, bevisszük a kórházba. Azt mondja, oké. Igen, a fiatalember megfordult. Azonban sok sérülése volt a fiatal embernek is. És igen, később... Igen, megfogta a mentős kollega, és a mentős kollega betolta a hordággyal együtt a mentőautóba, és a kórházba vitte azonnal.
A maradék embert meg úgy döntötte, hogy majd azt elszállítják. És azt mondja a fiatalembernek, semmi gond, fiatalember, lehet, hogy helyre tudjuk hozni. Igen, amint látható, hogy a fiatal embert. Igen, megfogták. Bekötötték a hordágyat. Azt mondja, a mentős kollega, ne aggódjon, hogyha rosszul lesz útközben, akkor hívunk mentősöket, és akkor... Igen, látható volt, azért nem gyenge baleset történt. Igen, látható volt a fiatalember, azért nem volt jó állapotban, a mentő azonnal a kórházba vitte. Igen, látható volt a frontális balesetben, ketten vesztették életüket. De közülük egy túlélő volt, akit súlyos sérülések kórházba szállítottak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Melon Playground 24. részében. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra és dobj egy lájkot, hogy értesülj a következő videókról. Márpedig értesülni fogsz, mert egy Truck Simulator-os videót is feltöltök. Én Kristóf voltam. Sziasztok!